Shalom mindenkinek, Amir Tsarfati vagyok, és élőben jelentkezem Galileából, a Connectből. Ha követtek engem a Telegramon, akkor bizonyára hallottátok, hogy az iráni elnököt és a külügyminisztert szállító helikopter lezuhant. Most megvárom, hogy csatlakozzanak még emberek. Kérlek, nyomjátok meg a megosztás gombot, ahogy átadom nektek ezeket a szuper, szuper fontos rendkívüli híreket arról, hogy az iráni elnök helikoptere lezuhant. Hölgyeim és uraim, hadd lássam, hogy van-e még hírünk. Tehát ez egy rendkívüli hír. Az iráni elnök és a külügyminiszter hazafelé tartott Azerbajdzsánból, miután felavattak egy gátat, amely a két ország határán van. Az iráni elnök találkozott az azerbajdzsáni elnökkel, és a visszaúton a nagyon-nagyon nehéz időjárási körülmények miatt az iráni elnök helikoptere, és a fedélzetén volt a külügyminiszter is. Értesüléseink szerint az a helikopter lezuhant. Ennél többet nem tudunk, mert a mentőcsapatok még azt sem tudják, hogy hol van. Még nem találták meg a baleset helyszínét. Ellenmondásos információkat kapunk. Az egyik információ szerint a három helikopterből kettő leszállt, de az, amelyikben az elnök volt, az lezuhant. Mások nem is beszélnek három helikopterről. Egy dolog azonban biztos. Az iráni állami televízió leállította az összes adást, és bejelentette, hogy az elnök helikoptere lezuhant. Rendkívüli hír. Lezuhant az iráni elnök helikoptere. Több mint egy órával az eset után senki sem tudja, hogy milyen állapotban van az iráni elnök és a külügyminisztere. A nehéz időjárási körülmények miatt. Amikor megnézem az összes Telegram csatornát, senki sem erősíti meg senkinek a halálát. Lehet, hogy egy kemény leszállás volt, de az érdekes dolog az, hogy az irániak azonnal feltöltöttek egy fotót az elnökről a helikopter mellett, mondván kemény landolás, de minden rendben van. De úgy tűnik, hogy ez egy két éves fotó volt. Két éves fotó. Azon tűnődöm, hogy miért csináltak ilyet. Több mint egy órával az incidens után. A fotó, amit megosztottam veletek a Telegramon, amelyet eredetileg azonnal közzétettek, amint mondtam, egy két éves fotó. Az iráni elnök helikoptere lezuhant, Azerbajdzsánból hazafelé tartva a kemény időjárási körülmények miatt. A helikopter fedélzetén volt az iráni külügyminiszter is, és még mindig nincs megerősített hír a helikopterről. De egy parlamenti képviselő azt mondta, figyeljétek, hogy mit mondott, remélem, hogy a hírek nem igazak. Nem vagyok benne biztos, hogy milyen hírekről beszél, mert egy helikopter lezuhant, de az elnök állapotáról senki sem mond semmit. Még egyszer, hölgyeim és uraim, rendkívüli hír. Az iráni elnök helikoptere lezuhant Azerbajdzsánból, hazafelé tartva a nehéz időjárási körülmények miatt.
Ahogy az iráni televízióban látható, mindenkinek az arca megnyúlt, több mint egy órával a baleset után még mindig nincs életjel senkitől. Azt lehet mondani, hogy talán ez az irány, talán, és én azt mondom, hogy talán az iráni elnök és a külügyminiszter valóban meghalt abban a balesetben. Folyamatosan tájékoztatni foglak titeket a Telegramon, itt fogtok minden információt megkapni. Rendkívüli hír, az iráni elnök helikopteren lezuhant, amikor hazafelé tartott Azerbajdzsánból, ahol az azerbajdzsáni elnökkel találkozott. Ismétlem, az iráni állami televízió leállította az összes adást, hogy bejelentse a helikopter lezuhanását. Több mint egy órával az incidens után még mindig nincs életjel, vagy akár csak kommunikáció a helikopterrel, ami nagyon aggasztó az irániak számára. Mert mostanra már hallaniuk kellett volna valamit. Tájékoztatlak titeket a Telegramon. Nyilvánvalóan nem tudok pár percenként élő videókat nézni a neten. Maradjatok velünk a Telegramon a további információkért. Az iráni elnök helikoptere lezuhant. A helikopter fedélzetén volt az elnök, a külügyminiszter, néhány kormányzó és mások. Nem tudjuk, hogy mi történt vele. Nyilvánvalóan az iráni televízió, az emberek megnyúlt arcai azt mondják, hogy ez nem jó dolog. Nem fogom vállalni a felelősséget, ahogy azt mondom, hogy meghalt. Azt elmondhatom, hogy több mint egy órával a baleset után az első jelentések a balesetről egyetlen életjelet, vagy akár a helikopterrel való kommunikációról sem beszél. Folyamatosan tájékoztatni foglak titeket, ismétlem, az iráni elnök, Raisi iráni elnök és az iráni külügyminiszter, ők voltak a helikopter fedélzetén, ami lezuhant. Tájékoztatlak benneteket, ha többet tudok. Jelenleg a miniszter, az iráni belügyminiszter megerősítette a jelentéseket. Raisi elnök helikopterek kényszerleszállást hajtott végre, mondta. A mentő csapatoknak eddig nem sikerült bemérniük a helikoptert. Ezt mondta. Hadd lássam, hogy van-e több információm. Rendben. A kelet-azerbajdzsáni körzetről beszélünk Iránban, Iránon belül, ahol a helikopter vagy lezuhant, vagy keményen landolt. Ismétlen, nem tudjuk, mi történt vele. Nem azért vagyok itt, hogy azt mondjam, meghalt. De azt elmondom, hogy az iráni televízióban és a rezsimben mindenki nagyon fél, hogy a legrosszabb történt, mert nincs kommunikáció, nincs életjel. Az iráni elnök és a külügyminiszter egy helikopter fedélzetén volt, ami épp most zuhant le. Tájékoztatni foglak titeket a Telegramon, maradjatok kapcsolatban, és küldjétek ezt a videót tovább.